A meghívott vendégek épp a Vitafon Magyarország Kft. Paksi egységének frissen átadott üzemét járják be. A közel 2000 négyzetméteres csarnokban matracgyártásba kezdett a vállalat. Szorin Vangél gyárigazgató beszédében elmondta, a cég 1949-ben kezdte meg működését Angliában, mára pedig már több, mint 40 egységet üzemeltet Európa szerte 3000 munkavállalóval. A Paksi Ipari Parkban létrehozott üzem 2005-ben alakult, és azóta 17 éve folyamatosan bővül. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy jelentős fejlődés szemtanúi lehettünk. Minden évben egyre nagyobb eredményeket értünk el. Eredetileg csak az alapanyagunkat értékesítettük, a habszivas blokkot, később alapszabászatunk került megalapításra, ahol már ezeket a habszivas blokkokat további formába tudtuk alakítani. És a következő lépés ez a matracüzem. A cég portfóliója közel 80 féle habszivacsot tartalmaz, amiből jelenleg 8 féle matracot állítanak elő modern géppark segítségével. A matracokat gondosan kiválasztott alapanyagokból gyártják, melynek magja a poliuretán hab, más néven hideghab. A szakértők szerint ez az egyik legalkalmasabb anyag, amit manapság a matracok gyártásánál használnak. A minőségi termékek gyártása mellett a környezetvédelemre is odafigyelnek az üzemben. Cégünk kiemelt ügyének tartja a környezet megóvását és a fenntarthatósági terv kidolgozását. Innovatív csapatunk jelenleg is azon dolgozik, hogy olyan szivacs típusokat vezessen be, melyek fenntartható és természetes alapanyagokat tartalmaznak. Büszkék vagyunk arra, hogy képesek vagyunk szivacs hulladékunk jelentős részét újrahasznosítani. Alapvetően itt 17 éve működik a Vitafon magyarországi gyáregysége Pakson. Az, hogy ők folyamatosan fejlődni és bővülni tudtak, ez szerintem azt jelenti, hogy Paks egy nagyon jó közeg arra, hogy ezek az üzemek megtelepedjenek, és a paksiaknak és a Paks környéken élőknek munkát biztosítsanak, a városnak pedig iparűzési adóbevételt. Tehát az, hogy fejlődés van, és most éppen egy új gyártócsarnok kerül átadásra, az mindenképpen azt jelenti, hogy a helyi klíma tökéletesen alkalmas arra, hogy a működő tőke ide jöjjön hozzánk. A város alpolgármestere azt is elmondta, a cég környezet tudatos hozzáállása is egybecseng a város szemléletével. Paks város számára kifejezetten fontos az, hogy zöld város legyen. Itt ugye nem csak arról kell gondoskodni, hogy szerencsére Paks város meglehetősen jól ellátott zöld területekkel, az elődeinknek is köszönhető, ezt nyilván folytatni kell, hanem az energiatakarékosság és a lehető legkevesebb hulladéktermelés az, ami kifejezetten fontos. Már annak idején is a város ezért vállalt úttörő szerepet a regionális hulladékgazdálkodó rendszer kidolgozásával és megépítésével, hogy minél több nyersanyagot tudjon megőrizni akár a hulladékból is. Nyilvánvaló erről szólnak egyébként a most folyamatban lévő hulladékgazdálkodási telephelyi fejlesztések is, hogy minél kevesebb szemét kerüljön véglegesen lerakásra, minél többet tudjanak akár alapanyagként értékesíteni. Meg hát nyilván, ha itt vagyunk egy atomerőmű mellett, ami az egyik, hanem a legtisztább energiaforrás, akkor fontos az, hogy ezzel az energiával egyébként, amit tisztán termelünk, meg a lehető leghatékonyabban bánjunk. Úgyhogy a cég víziója és a város elképzelései tökéletesen egybevágnak e tekintetben. Süli János, a Paksi beruházásért felelős államtitkár, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője a további bővülésre bíztatta gyárigazgatót az ünnepségen. Területet még tudunk adni, hogyha kell, hogyha még további fejlesztésre van idő, azt is tudunk előre is megvenni, kiszabályozni, azt átadni. Tehát azért is külön öröm, hogy más lehetőségek is az atomerőmön kívül alakulnak, és még sokat kell nekünk létrehozni, hisz ez a régió, Tolna, Somogy, Baranya az elmúlt időszakban más területek, térségekről leszakadt, tehát Győr, Hajdú-Bihar megye, tehát akkor Székesfehérvár, Kecskemét környék iparosításhoz képest van mit pótolnunk. Ez a pótlás, ez nagyon fontos nekünk, és ebbe örülök, hogy itt lehetek egy ilyen új gyárátadáson. Hozzátette, nem csak a plusz iparűzési adó miatt fontos, hogy Pakson és környékén ilyen jól működő üzemek jöjjenek létre. Fontos, hogy a környékbeli, ugye négy munkahelyes legyen a régió, hogy alapvetően Paksról szóljon a
játék, mindig is foglalkoztunk egyéb ipari üzemek ide telepítésének lehetőségében, nagy áttörést még nem értünk el. Az már jó dolog, hogy itt bővült a termelés, és akkor a Szijjártó Péter miniszter úrral együttműködve azt gondoljuk, hogy ezt föl lehet majd gyorsítani, hisz ahogy említettem, Tolna, Barany, Somogy, az az elmúlt időszakban a térségfejlesztésben más régiókhoz képest lemaradt, és ugye nekünk is, ha az építkezésen túl vagyunk, akkor a létszám az tulajdonképpen vissza fog csökkenni egy 1700-2000 fő közé, és akkor még a régióban van, bízunk benne, hogy van több munkavállaló, illetve akik itt végeznek a Pécsi Egyetemen is, azoknak is akkor jó volna a régióból nem kéne elköltözniük, hisz a Pécsre zömében azok járnak, akik itt születtek, hogy akkor az itteni munkáik segítenének abból, hogy ezek a fiataljaink itthon maradjanak a régióban. Ezért fontos bármilyen kis üzem, ha 10 fő, ha 5 fő, annak mindnek örülök. De hát ugye ez hál' Istennek nagyobb. Legutóbb az UNICEF megkeresésére közel 1400 matracot gyártottak az orosz-ukrán háború elől menekülők komfortosabb elszállásolásáért. A matracüzem egyébként most még csak egy műszakban üzemel 17 fővel. Így naponta közel 300 matracot tudnak legyártani, de a cél a három műszak elérése, ami várhatóan megháromszorozza majd a termelést és a munkavállalók számát is.